menjünk a matricákhoz? Igen, mert levettem a kapucnicsot, és megnézem, hogy mi újság a fejemmel. Jó, oda mehetünk, hogyha az neked jó. Jobban nézel ki, fontosabb, mint a maga a cél. Nem, az a fontos, hogy mielőtt oda megyünk, ne nézek ki úgy, mint egy hülye. Mi pont tört választod? Zen, mert van gyerekem, és rettenetesen veszélyesnek tartom az ő tevékenységét, és egyáltalán nem értek egyet azzal, ami a közoktatásban zajlik. A rózsa szerintem egyáltalán nem igazi keresztény, hogy a többi fideszes, KDNP-s politikusaikkal együtt ők inkább hazug és mocskos álkeresztény emberek. Van egy olyan, hogy amit csak annyit írt, hogy hülye vagy. Ilyenekhez mit szólsz? Ezt el kell tűrni. Nyilvánvalóan az ember politikusnak áll, fél ország elkezdi utálni. Ebben én azt hiszem minden mozgatom, minden gondolatommal vállalom. A különbség egy igazi keresztény és egy álkeresztény hétköznapjai között? Hát az igazi keresztény és a álkeresztény között rengeteg különbség van. Jó, figyelj, olvasd már fel nekem, hogy még miket írtak Hoffmann Rózsához. Fogalmatlan idióta, szégyeld magad, ne elég. A gyerekem az enyém, és nem az államé. Igazi keresztény vagy? Igen. Milyen különböző Hoffmann Rózsától? Hát, hogy én tanulmányozom a Bibliát, meg követtem a Jézus tanítását. Változzon és... meg a polgár és a büntető törvénykönyv, és büntetőeljárást egyáltalán ne lehessen indítani, hogyha kritizálják a politikusokat, polgári eljárás pedig hivatalos személyek az ezzel a tevékenységükkel összefüggésben jelentkező kritika miatt ne indíthassanak. Hoffmann Rózsáról csak annyit tudok, hogy ő katolikus. Jó, de akkor nem tudod, hogy ő nem olvassa a Bibliát. Ő nem olvassa, nem. Ebben biztos vagy? Igen, meg nem tanulmányozzák.